Már az utolsó simításokat végzik a fesztivál területén, nem egész egy nap múlva ugyanis tartol a Fezen. Látogatók ezreit várják idén a Mávelőre pályán, ahol 4 napon át tart majd a Fehérvári Zenei Napok rendezvény sorozata. Nem feltétlenül zavarja azokat az embereket, akik... A tavalyi év tapasztalatai alapján idén a szervezők módosítottak a technikai feltételeken, így például a legnagyobb hanghatással járó nagy színpadot idén másként helyezték el. Olyan szögbe állították a hangfalakat, hogy a lehető legkevesebb hanghatással járjanak majd a nagy színpadon zajló koncertek. A fesztivál ideje alatt folyamatosan mérik majd a zajszintet is, egy zajtérkép is készült idén, várhatóan a fesztivállal járó hanghatás a környező utcákban lesz a legzavaróbb. Ezért a Mártirok útján, valamint a Fűtőház, az Ifjúság, a Dobó és a Kinizsi, valamint a Gyár, az Rinyi és a Toldi utcákban élők lakcímkártyájuk és személyigazolványuk bemutatásával ingyen vehetnek majd részt a fesztiválon a szervezők jóvoltából. Sokkal inkább próbáljuk ezeket az embereket megnyerni magunknak és bevonzani erre a fesztiválra, mintsem, hogy azzal küzdjön akár a polgármester úr, akár mi magunk, hogy egyébként meggyőzzük őket arról, hogy mekkora városmarketing és turisztikai értéke van ennek az eseménynek. Mészáros Attila a város nevében reményét fejezte ki afelől, hogy beválnak majd az idei év újításai. Hozzátette, a Fezen évről évre turisták ezreit vonza Székesfehérvárra, ezért is fontos a város számára a fesztivál. Én nagyon bízom benne, hogy a fesztivál mellett lesz az ide érkezőknek egy kis idejük arra, hogy megismerjék városunkat, és legközelebb nem csak a fesztivál miatt, hanem maga Székesfehérvár miatt is visszalátogatnak a városba. A szervezők az idei fesztiválon el szeretnék érni a 35 ezres nézőszámot. A kapukat szerdán délben nyitják majd ki. Így ebben az évben 4 napon keresztül zajlik majd a város legnagyobb zenei fesztiválja.